Kifejezetten jól kezdett az Albafehérvár otthonában a Falkó kosárcsapata. A szombathelyek a 6. percben már kereken 10 ponttal vezettek. A negyed végéig ebből 4-et sikerült is megtartaniuk. A második etapban viszont fordult a kocka, az egyre inkább magára találó fehérvári együttes előbb beírta a vasiakat, majd a félidő hajrájában 4 pontos előnyre tett szert. Térfélcserét követően folytatódott a nagy adok-kapok, hol az egyik, hol a másik gárda járt néhány találattal előrébb. Az utolsó 3 percnek pedig Egáról 67-67-es állásról vágtak neki a küzdőfelek. A derbi végjátéka aztán a hazaiaknak sikerült picivel jobban, akik végül 77-72-re nyerték meg a rendkívül változatos, izgalmas mérkőzést. A végén csináltunk pár apró hibák, ez amikor fontos volt, mikor vezetünk 5 pont, a negyedik negyed, volt 3 és 4 elad a labda, és visszajön a Fehérvár. Szerintem jó meccs volt, jól játszottunk. A Falkó csapata ahhoz képest, hogy a szezon során először lépett pályára, kifejezetten jó teljesítménnyel rukkolt ki. A végjátékban azonban az addig remeklő Medford és Govens sokat egyénieskedett, így elúszott a játékképe alapján egyértelműen a nyerhető kategóriába sorolható találkozó. Talán azt mondhatom, hogy a bajnokság elején 5 ponttal Fehérváron kikapni nem olyan nagy baj, de természetesen fájó vereség, hiszen végig meccsben voltunk, akár kicsit okosabb játékkal nyerhettük volna a mérkőzést, de sajnos ez most nem sikerült. A szombathelyeknek sok idejük nincs a vereség miatti bánkódásra, ugyanis szombaton 18 órakor már ismét pályára kell lépniük bajnoki mérkőzésen. Akkor az újonc Vasas Gárdáját fogadják majd az Aréna Szaváriában.